Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. Folytatódik hát a Millás reggeli, mégpedig Gede Balázzsal. És Kántor Endrével. És a kedves hallgatóinkkal, többek között Vaszával, aki elindult Gárdony-Fehérvár irányába, Gárdonyból Fehérvár irányába, és utána azt mondta, hogy Rajka lesz az útirány, ha lesz lehetőség, küld útinfót, küldött is, 81-es, jól járható, látási viszonyok rosszak, 500 méter alatt nagy a köd, Kisbértől viszont kitisztult. Köszönjük szépen Vaszának, hogy elmondta, hogy Rajkáig milyen Gárdonyból a forgalom. Most viszont elég érdekes téma következik szuperzöld rovatunkba, úgyhogy ne is vesztegessük az időt. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladékgazdálkodásban otthon. És az az érdekes evőeszköz, szívószál, startup vagy induló cég van itt most velünk, amelyről korábban elmondtam már, de még egyszer elmondom, hogy elbomló evőeszközökkel és szívószállal foglalkoznak, mégpedig Kenderből. A nevük is innen van, a Wilhelmp, Fülöp Villő és Rédei Soma, a Wilhelmp alapító társtulajdonosai vannak itt virtuális stúdiónkban. Szervusztok, jó reggelt kívánunk! Sziasztok! Jó reggelt! Sziasztok! Mielőtt megbeszélnénk ezt a környezetbarát terméket, nézzük meg, hogy szájbarát-e. Mert hogy én egy csomó ilyen alternatív eszköz, egy párat próbáltam, és valami nagyon kényelmetlen szájba venni. És szájbarát? Ez új kifejezés, Balázs? Igen, ezt most kreáltam, kérlek szépen, a szájbarát evőeszköz az egy a jövő nagy innovációja. És az a lényege, hogy például nem tapad rá az ember szájpadlására a szívószál, ki lehet húzni a kanalat, le lehet róla nyalni a dolgokat, és nem marad ott a nyelved hámrétege, meg ilyenek. Tehát hogy néz ki a ti terméketek? Abszolút szájbarát igazából. Egyrészt mi is próbálgatjuk, meg már ilyen piaci validációnk is volt tavaly nyáron a Paloznaki Jazz Picnic-en, tényleg több száz példányal voltunk kint, és nagyon szerették. Hát alapvető különbség mondjuk a papír szívószához képest a miénk, hogy olyasmi, mint a műanyag szívószál, de mégsem az. Az összetevői, ahogy említetted, tehát lebomló alapanyagból készül, itt PLA és Kender ez a két összetevő, és ezeknek a tulajdonságaiknak köszönhetően a funkciójának ez teljesen megfelel, és egyáltalán nem hozza azt a feelinget, amit mondjuk egy papír, vagy egy bambusz, vagy egy, mondjuk akár egy szalmaszívószálnál is a mellékíz jelenthet. Az evőeszközöknél, a késnél, villánál is nagyon tetszetős egyébként, tehát egyrészt a kinézete is ilyen kellemes, természetes színű, és ez se tapad hozzá, tehát itt se az ételhez. Megmutatjátok még egyszer, aki látja a Millás reggelit itt a Millás TV-n, az láthatja ezeket az eszközöket. Legalább annyit igen, hogy szépen csillog a felület, tehát az már arra látszik, hogy valamiféle ilyen sima, tényleg egy a szájba vehető, alkatrészről van szó. Szóval mondjuk el, hogy mi ez a PLA pontosan? Igen, tehát a PLA politejsav, vagy pedig polilaktil acid, ugye ez a manapság egyébként már ez egy használatos, több mint 10 éve létező alapanyag, amit műanyag helyettesítésre használhatnak. Ez lebomló, vagyis komposztálható, iparilag komposztálható alapanyag, ami azt jelenti, hogy bizonyos körülmények között, ez ideális körülményt jelent, ahol megfelelő hőmérséklet, páratartalom és mondjuk sötétség van, akkor rövid határidőn belül ez azt jelenti, hogy 28 napon belül lebomlik, és mondjuk föld humusz lesz belőle, tehát hogy nem marad vissza belőle semmilyen káros összetevő, vagy bármi olyan összetevő, ami károsítaná a környezetünket. Akkor ez azt is jelenti, hogy egy szelektált begyűjtést igényel, vagy legalábbis az az előnyös?
Igen, ezt alapvetően nem is szabad a műanyag hulladékba dobni, hogyha tiszta PLA-ról van szó, az egyáltalán nem megkülönböztethető a sima műanyagtól, tehát ez gyakran előfordul, hogy akkor a figyelmetlen használó esetleg a műanyag szelektív hulladékba, hulladéktárolóba dobja, ami nem tesz jót semminek. Viszont így a kenderrel keverve azért ez elég egyértelműen látszik, hogy ez más, mint a műanyag, és egyébként erre vannak is terveink, hogy majd esetleg a visszagyűjtés is megoldanánk, tehát a használt termékek visszagyűjtését és komposztálását. Így van, tehát ez nagyon fontos, hogy ezt külön kell gyűjteni, és ha külön van gyűjtve, akkor ezt komposztálási célra vissza lehet szedni, mi ezt vissza tudnánk gyűjteni bizonyos, nem tudom, mondjuk fesztiválok vagy éttermek tekintetében, és akkor ezt külön le lehet adni ipari komposztálásra. De ha valaki otthon mondjuk házi fogyasztásra használja, és van otthon a kertben egy házi komposzt, akkor nyugodtan be lehet rakni abba a házi komposztba. Itt most csodákat azért ne várjunk, tehát itt nem fog mondjuk egy hónap alatt, pláne nem egyik napról a másikra eltűnni. Úgy képzeljük el ezt az egész... Jó, de hát a házi komposzt sem egy hónapos sztori, tehát ugye azért hosszabb Igen. távú dologról van szó. Így van, de mindig, és ez a filozófiánk, meg ezt mondjuk minden, hogy nem terheli jobban a környezetet, mint ha egy darab faágat tennénk be abba a komposztba. A kenderre miért volt szükség? Mert úgy, ahogy mesélitek, maga a PLA is elég lett volna, de akkor lehet, hogy ezek szerint csak úgy értettem. Nem, abszolút ez így van, tehát PLA-ból készülnek tárgyak, és az is elég lett volna, de valami miatt ez nem terjedt el, tehát hogy ez nem lett annyira, nem cserélte le a műanyag eszközöket, itt elsősorban egyébként az ára miatt, de hogy honnan jött a kender, ezt Villő mindjárt elmeséli majd, tehát itt nekünk egy alapanyag fejlesztése volt az ötlet, egy olyan granulátum, ami helyettesítheti a műanyagot, mégis egy picit más a most elérhetők, a most megtalálható alapanyaghoz képest, és a Villő látókörébe került a kender, ugye az ipari kendernek a több ezernyi felhasználási területe, és itt jutott eszünkbe az ötlet, hogy ebből tulajdonképpen műanyag alapanyagot is lehetne készíteni. Tehát igazából alapvetően a kender, az ipari kender volt a fő alapanyag, vagy a fő ötlet, és ahhoz kerestünk olyan anyagot, ami tud neki segíteni abban, hogy tényleg funkcionálisan lehessen használni. Tehát sajnos még a 100% kenderműanyag az technológiailag nem előállítható. Ezért kellett mindenképp valami olyan plusz adalékot keresni, ami segít abban, hogy ez tényleg fröccsönthető vagy hőformázható legyen a most meglévő technológiával. Gyakorlatilag a kötőanyaga a kendernek, ugye? Tessék? Akkor ez a PLA gyakorlatilag a kötőanyaga lett a kendernek. Igen. Tehát egyszerűsítve, igen. Illetve fordítva, tehát a PLA-t is javítja a kender. Így van, tehát mint egyfajta szálerősítés. Ugye nagyon fontos tulajdonsága a kendernek, és mi a kender szárat. Egyébként ez, hogyha valaki CBD olaj vagy a magja miatt termeszti, akkor ez hulladék. Tehát azoknál a kender gazdáknál, farmoknál, ahol arra a célra termesztik, ott ez hulladék, mi ezt begyűjtjük. A mi felhasználásunkra alkalmassá tesszük, és ezek a rost szálak, ugye, amik megtalálhatók a kender szárában, ezek tulajdonképpen egyfajta szálerősítésként is megjelennek a PLA-nál. Tehát a kellemesebb színt, meg kellemesebb anyagot biztosít neki, de bizonyos fizikai tulajdonságait is javítja. Ezeket az első kísérleteket egyébként körülbelül másfél évvel ezelőtt kezdtük el. Ott az első próbatestek nagyon imponáltak, és nagyon, tehát úgy tűnt, hogy működik. Ugye erről fogalmunk meg volt, hogy mi lesz ebből, de úgy tűnt, hogy működik, és akkor sikerült odáig eljutni ez alatt a másfél év alatt, hogy most már evőeszközöket fröccsöntési technológiával, illetve extrudálással szívószállal gyártunk, de tovább folytatjuk egyébként az alapanyag fejlesztést, tehát még szeretnénk más tárgyakra is ezeket. Mindjárt igen, arra is van kérdésem, de a végtermék áráról, hogyha tudunk egy összehasonlítást tenni, hogy van ez a bezacskozott étkészlet, egy kanál, egy villa, egy kés. Hagyományos műanyag versus ez. Hogyan alakult? Tehát nem konkrét árra lennék kíváncsi, hanem hogy mennyivel drágább, olcsóbb, vagy hogy viszonyul a hagyományos műanyaghoz az ára.
Igen, azt azért nagyon fontos tudni, hogy most ezek az elérhető hagyományos polipropilén, polisztirolból készült evőeszközök fillérek, pláne hogy a távol-keleti gyártással, tehát ez nagyon olcsó. Ezzel nyilván, tehát ebbe az árkategóriában nehéz versenybe szállni. Az alapanyag, tehát a hagyományos műanyag és mondjuk a PLA meg a mi alapanyagunk körülbelül ötszörös szorzó, tehát nagyjából ezt képzeljük el, hogy ennyivel drágább. A végtermékára azért nem lesz ötszöröse, de hát azért drágább, tehát egy kétszeres szorzó biztos, hogy van. Erre egyébként szerintem most már egyre többen tudatosan odafigyelnek, és minimális összegről beszélünk, tehát ha azt veszik, hogy mondjuk egy ételhez adott műanyag evőeszköz, és akkor ott most 1-2 forint, vagy 15-20 forint, tehát nagyjából erről beszélünk, akkor ez azért megfizethető. És hát hogy egyrészt megfizethető, másrészt, hogy a fogyasztóknak mi a preferenciája. Tehát én már magamon észrevettem nagyon sokszor, és nem most, hogy egyszer meg hátat fordítok egy olyan helynek, ahol műanyag evőeszközöket, műanyag poharat, műanyag kanalat, vagy tányért adnak. Nem tudom felfogni, hogy ezt miért nem lehet megoldani, hogy ne az legyen, hogy utána az egész megy a szemét. Be. Így van, igen, és akkor utána pedig ezeket azoknál a vendéglátóipari egységeknél mondjuk, akiknél sikerül esetleg leszerződni, mert ezt a szolgáltatásunkat is szeretnénk elindítani, különgyűjtve, ez mehet egyébként ételhulladékkal is egybe, el lehet ezeket különgyűjteni, és utána szállítani, és utána garantálni azt, hogy ezek biztosan lefoglalnak, iparilag komposztálva lesznek, és lebomlanak. Igen, tehát itt az árazásra azért akartam ezt mondani, hogy ha fogyasztót elveszít valaki azért, mert műanyaggal foglalkozik, ugye akkor ott az a kétszeres, vagy akár ötszörös szorzó is bőven megéri, hogy az ember egy ilyenbe menjen bele, mert hogyha nem megyen a fogyasztó, és nem eszi meg a háromfogásosat, vagy a kétfogásosat, akkor ott nem ötszörös szorzó van. Nem, hogy nem megy be, el tudnám képzelni, hogy ez még akár most már vevőcsalogató is lehet, mert nagyon sokan pláne. Nem, hogy akik tudatos. Egyébként tényleg itt azt kell látni, hogy most lehet, hogy ez nagy számnak hangzik, hogy kétszeres vagy ötszörös ár, de olyan pici összegekről beszélünk a tartalomhoz képest, tehát mondjuk egy 3000 forintos, nem tudom, fogáshoz képest a 2 forint vagy 10 forint szerintem majdnem, elanyagolható, viszont marketing értéke van. Igen. És az emberek egyre tudatosabbak, és tényleg azt választják, még akkor is, ha egy pici drágább, azt választják, ami utána tudják, hogy nem károsítja a környezetet. Igen. Termékfejlesztés, pohár lehet-e belőle? Sokat beszélgettünk mozgásrovatunkban a futók frissítéséről, és ez most pont nagy dilemma náluk, ugye, hogy az egy rettentő szennyező dolog, össze kéne szedni, de van, amikor sikerül, de van, amikor elfújja a szél, a Dunába kerül, mit tudom én, hova kerül. Akkor vigyél palackot, törzs meg, de akkor az időveszteség macera, szóval ott lenne egy nagy rés. Lehet-e poharat fabrikálni ebből például? Lehet egyébként pont ez az irány, amiben most a termékfejlesztésünk folyik, más technológiával készül alapvetően. Itt ezt úgy kell elképzelni, hogy nagy lemezek vannak, és abban így hőformázással, vákumformázással kell belenyomni, tehát a pohár az ezzel a technológiával készül, és ez költségesebb, sokkal több alapanyag kell hozzá, sokkal nagyobb beruházás, sokkal nagyobb kockázat mondjuk ebbe a fázisba az, hogy ez sikerül-e vagy sem, de most már ott tartunk, szerencsére megerősödtünk annyira, hogy ezt el tudjuk indítani. Sokkal egyszerűbb volt fröccsönteni kisebb tárgyakat, tehát így a késtvillát meg a szívószálat. Na most még egy nagyon fontos tulajdonságról nem esett szó, ugye annyira nem rózsás a helyzet, tehát ára van így az anyag szempontjából is annak, hogy ez lebomló. Itt a hőállóság az az egyik olyan tényező, amire oda kell figyelni. Most hagyományos PLA, vagy ez a mi anyagunk is, ez megolvad magas hőfokon, 65 fok egyébként ennek a hőállósága, tehát ezek az evőeszközök is, most szívószál az alapvetően azért hideg italt iszunk vele. Igen, a kanál fejében maradhat a halászlébe esetleg. Igen. Igen, igen. Léteznek egyébként erre is megoldások, a kristályosított PLA, ez a CPLA, aminek az irány, tehát ebbe az irányba is fejlesztések vannak, és reméljük, hogy sikerül ezt is. Igen, tehát alapvetően ez nem csak a mi problémánk, hanem ez ennek az iparágnak az olyan problémája, amit most meg kell oldani, és hát mi haladunk az árral. Tehát amint vannak jobb megoldások, természetesen ezt mi is. Én itt a K plusz F-re rákérdeznék még, nagyon érdekes ez, amit kikísérleteztetek. Tehát ez egy ilyen szabadalmaztatás lesz, ez az anyag, amit csináltok?
Igen, és nagyon érdekes volt hallgatni a korábbi beszélgetést Pomázi Gyulával. Folyamatban van egyébként a szabadalmaztatás. Előzetesen már egy ügyvivővel ezt megnéztük, és újdonságkutatás volt, ez rendben volt, le van adva, most pont a hivatalban van újdonságkutatáson, hogyha jön, és úgy néz ki, hogy védhető, akkor szeretnénk, igen. Tehát, hogy ilyen anyagból, ilyen felhasználásra így még nem készítettek különben. Tök jó. Gazdasági műsor vagyunk, hadd túrjunk a zsebetekbe. Hogy áll a cég, a startup? Nagyon jó kérdés. Klasszikus startup történet egyébként a miénk, aminek még abszolút az elején vagyunk, és tényleg azt kell mondjam, hogy jókor voltunk jó helyen, mert úgy látszik, hogy erre a témára ráharaptak. Először az EIT Climate Kick programjába kerültünk bele. Ez egy ilyen másfél éves mentorált program, aminek különböző stage-ei vannak, és itt prezentálnunk kellett, hogy hogyan haladunk. És zsűri előtt itt már pénzosztásról is volt szó, hát összességében ebben a programban, ha jól emlékszem, 20 ezer eurót sikerült összekalapozni az ötletünkre, és ebből eljutottunk odáig, hogy késvilla szívószál. Ehhez nagyjából hát hasonló mértékben tettünk hozzá még saját zsebünkből is pénzt, viszont a végén odáig eljutottunk, hogy felfigyelt ránk egy befektető, külön, tulajdonképpen a High Ventures megtalált minket, és az ő magvető fázisú programjába kerültünk bele, tehát most ezzel az induló tőkével nagyon sikeresnek ítéltük azt meg, hogy tavaly évvégével megalapult a Wilhelm Kft., és idén januártól pedig már üzleti tevékenységet folytatunk. Tehát most ugye ez is hozzátartozik, hogy a vírushelyzet miatt a horeca szektor egy kicsit nehezebben lép, nehezebben vált, akinek csak mutatjuk, nagyon érdekli őket, de tőlük konkrét megrendelés még per pillanat nem érkezett. Én bízom benne, hogy ez a napokban tavaszra, meg fesztivál szezonra változni fog, és lesznek partnereim. Legyen így, nagyon szépen köszönjük. Nagyon szurkolunk, tök jó ötlet, és sok sikert kívánunk. Köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Köszönjük mi is. Nagyon köszönjük. Szép napot. Fülöp Villővel és Rédei Somával, a Wilhelm alapítótárs tulajdonosaival beszélgettünk elbomló evőeszközökről, szívószálakról. A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft., a vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Következő